Sziasztok! Lazsoszki György vagyok. Nem mélyednék el a netbriefingnek a részleteibe most. Pár statisztikát mutatnék be, illetve a jövőbeni bővítési lehetőségekről beszélnék. Tartalomjegyzékben maga a netbriefingnek egy kicsi statisztikája, hogy a miért nem csak becsapom a Trabant ajtót és elmegyek repülni, hanem jó lenne felkészülni. A drónosokkal egybekötött légtér, vagy drónzóna, aki hogy nevezi, MyDroneSpace, illetve majd a készülő mobil alkalmazásról is szeretnék, illetve majd bevonni az itt levőket a teszt felhasználásba, és nem csak a rendes pilótákat, hanem a hatósági és egyéb szervezeteket is szeretném. A netbriefing használatára, hogy hogy alakultak az elmúlt időszakban az adatok, ez a beadott repülési tervek, amit a netbriefingen keresztül mennek. Hogy mennyi az, amit igazából a FIC kezel ezen a részen. A nótam ugye, hogy igazából mennyire megszaporodott a Covid utáni időszakban is a kiadott nótamok száma. Arra ez a Worldwide nótamra, nem Magyarországra kiadott nótam, hogy naponta nagyjából azért közel 10 000 nótamot kéne átolvasni egy pilótának. Azért ezt nem várjuk el senkitől, ebben segít a netbriefing. Az európai adatbázist is beraktuk, pán-európai AIP is szerepel benne, tehát a nótamon kívül meg lehet nézni a különböző chartokat is a netbriefingben. Az útvonalra egyébként be lehet állítani, ugye, hogy milyen szélesség-magasság tartományba szeretné kiszűrni az illető ugye, az adott nótamokat adott időtartamra. Természetesen a térképen is segít. Most ugyanez vonatkozik ugye a nótamban, pláne a mostani időszakokban, hogy tavasz van és mégis havazik, azért érdemes felkészülni. És elég sok nótam van a környéken, tehát hogyha mentek külföldre, nem csak magyarországi légtérbe, ebbe is segít a netbriefing. Arra felhívnám a figyelmeteket, hogy ez a úgynevezett FUA változó légtereket, ilyenkor kapcsoljátok ki, mert külföldről nincs adatunk, hogy a katonák éppen mit alkalmaznak, mit nem. Az ottani tájékoztató szolgálat fog nektek segíteni. Magyarországra természetesen az aktuális légteret publikáljuk ki. Nem tudom, a felbontásból mennyire látszik, vagy nem látszik a példa. Megpróbálnám megmutatni, hogy azok, amik be vannak x-elve, azok a légterek, amik elrakciklusonként, nagyjából 28 naponként statikusak, és ezek nem is fognak változni abban az időpontban. Amik viszont nincsenek kiválasztva, azok a légterek, azok az aktív légtérrel lehet beaktiválni. Ez azt jelenti, hogy ha azt bepipálom, akkor mind a drón zónákat, illetve az aktuális légtér állapotot fogom látni. Itt látszik azért, hogy a vörösen jelzett légterek az aktív légterek, amik pedig sárgával, narancssárgával vannak jelezve, azok a tervezettek. Ez nem azt jelenti, hogy aktív lesz. Betervezték, lehet, hogy rossz idő lesz, visszahívják. Ilyenkor a tájékoztató szolgálat fog épp a repülésed közben szólni, hogy aktívá vált, vagy nem. Tehát ebben segít nektek a netbriefing. Természetesen a fedélzetre fölvihetitek a telefont, ugyanúgy lehet látni. A Országos Légimentő Szolgálat egyébként használja ugyanúgy a fedélzeten is. Hát elérkeztünk a kezdetektől, ugye, hogy igazából két fő szabály van. Ez a ne törjük össze magunkat, és ne éljünk meg senkit, köztük magunkat se. Eleinte a felkészülés azért az könnyű volt. Viszont új játékosok vannak, ugye a drónosok. És arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy 12 éves gyerekekről van szó. Kimegy, játszik, és fogalma nincs a légtér szabályozásról, hogy hogyan is kell igénybe venni. Azért ebben próbáltunk ugye a MyDroneSpace-szel segíteni, hogy az apuka legalább beigszelje, hogy merre jár. Figyelmetekbe ajánlom, hogy aki csak játszik, úgymond ismerkedik az alkalmazással, ő is be tudja jelölni magát. Jó, tehát ahol jelölnek, hogy ott épp drónzóna van, nem biztos, hogy van a drónzóna. VFR elkülönítés van, ha eseti légtérben van, akkor valószínűleg ugye ott valóban repülés zajlik, de ha G-osztályú légtér, ahol nem kötelező eseti légtér, ott lehet, hogy csak valaki ismerkedik az alkalmazással. Jó, tehát erre felhívnám a figyelmeteket.
Ugye három különböző felosztás van, a teljesen tiltott, a korlátozott, ahol engedéllyel lehet, illetve van, ahol szabad játszani, ezeket a légtereket aktiváljuk be. A két rendszer össze van kötve, ez azt jelenti, hogy a MyDroneSpace a NetBriefingen keresztül kapja az adatokat. Nem ugyanazt látja a MyDroneSpace-es felhasználó, mint a NetBriefing-es. A VFR, General Aviation pilótáknak számított NetBriefingben a no-drone zónákat nem tüntetjük fel, ugyanis azok jogilag nem légterek, bár ugyan a légtérben játszanak. A bejelölt MyDroneSpace-ben lévő játéktér viszont megjelenik ugye a NetBriefingen, és mint az Ádám is mondta, van, aki ugye a drónosok ugye az AGL szerint repülnek. Ez alapján le kell, hogy kövessék a domborzatot. Tehát ha valaki a citadellától indul, kiindulási pont, és azt mondja, hogy neki 120 méter, akkor neki nem szabad a tengerszinthez képest viszintesen repülnie, neki le kéne követni a domborzatot. Ebben segít a NetBriefing is, nem nagyon látszik itt a felbontás. Mert az aktuális részen próbáltam egy kicsit eltolni. Hogyha valaki repülést tervez, akkor mennyire érinti, vagy érintheti egyáltalán azt a drónzónát, amiben vagy van repülés, vagy nincsen. Jó, hivatalos domborzati adatbázisa van, 50 méteres felbontású egyébként. Nagyon jól lehet látni tervezésként például a természetvédelmi területeknél, Visegrád és környék, ugye természetvédelmi terület, az AGL. Én, mint pilóta, megmondom őszintén, AGL-t nehezen tartok. Tehát most egy függőn nem fogok magamnál rakni, ha csak nincs GNSS rendszer a fedélzeten. Tervezéskor segít egyébként ezt elkerülni. Serának nemrég jött ki egy rendelete, és már élesben állt, nagyjából egy hónapja. Itt ugye látszania kéne minden légi járműnek a U-Space környezetben. Magyarországon hát nem mondják ki, hogy U-Space van, de mivel van drónzóna, én ezt megbírom kockáztatni, hogy jogilag nincs, fizikailag viszont van. És erre szeretnénk segítséget adni, ezen dolgozunk beszállítóinkkal, egy úgynevezett mobil alkalmazással. Már több éve terve volt, remélhetőleg évvégére kijön. Ebbe szeretnénk bevonni mindenkit, tesztüzembe fog kijönni. Tehát ez nem úgy lesz, hogy odaadjuk, és ez alapján bármit csinálhattok. Ez olyan, mintha beül mellettek valaki. Mondhat bármit, nem fog segíteni a navigációjában, hogyha nincsen semmi. Viszont szeretnénk az adatokat és tapasztalatokat gyűjteni, és tovább lépni. Itt az aktuális légtereket is megjelenítjük, a megosztható forgalmat, ebbe elmondtam, hogy bizonyos állami légijárművek és egyebeket nem fogunk megosztani, illetve beleegyezésetek kell, hogy legyen, majd lesz egy ilyen elfogadó gomb az elején, hogy ti a saját adataitokat megosztjátok. Ez azt jelenti, hogy a telefon a GNSS adatait közzéteszitek. És akkor itt nem tudom, itt a vitorlázókat ott hátul, ezzel tudok nekik segíteni, hogy látni, látszani. Tehát akinek a telefonját föl tudja vinni a fedélzetre, alkalmazza, beregisztrál a NetBriefingbe, innentől kezdve láthatóvá válik egymásnak. Ez olyan, mint az OGM meg a FLARM igazából, ez nem egy nyílt frekvencián fog menni, hanem a mobil csatornán. És ez alapján is így felhívom a figyelmeteket, nem tudjuk a lefedettséget garantálni. Tehát ezért is szeretnénk tesztüzemet indítani egy évet, minél többet repültök, minél többet használtok, a rendszer gyűjti a statisztikát, a lefedettségadatokat és a visszajelzéseket. Egyelőre egy laterális megjelenítés lesz, és utána meg lesz egy vertikális rész is, ahol domborzati szintet is majd lehet látni, hogy mennyire vagytok alatta, fölötte az adott légtérek, illetve légijárművek. Egy éves demót szeretnénk elindítani, remélhetőleg októberben kijön a rendszer. És akkor ugyanazokat a részeket lehet látni, mint a NetBriefingben, meteorológiai információkat, repülési tervet lehet benyújtani, illetve le is lehet repülni. És innentől kezdve lehet majd látni egyébként a környező forgalmat, akár a vitorlázóba, akár nem. És akkor így összerakva így a repülési társadalmat. Bal fölül, sokan nem látjátok hatóságnak, lehet, hogy ismerős, ez a hatósági felülete a MyDroneSpace-nek, ahol lehet tiltani, korlátozni a drónozókat. Itt bizonyos műveleteket, például légimentőszolgálat is egy úgynevezett folyosót szokott húzni az adott terület felé, és így értesítik a drónozókat, hogy amint lehetséges, szálljanak le. Tehát nekik aztán csilingel a rendszer, hogy SMS, pushout, e-mailt, minden kapnak, hogy szálljanak le. Ugye ezt a FIC látja el nekünk, hogyha valami olyan van kisgépes forgalomban,
bal alul a netbriefing, ugye a felkészítési rész, jobb oldalt pedig a drónos és a tervezett mobil alkalmazás lenne, hogy ki mindenki tudna együttműködni adott légtérben. A célunk egyébként, hogy ez úgynevezett elektronikus flightback documentation-ként certifikáljuk majd ezt a mobil alkalmazást, az azt jelenti, hogy hivatalosan is föl lehessen vinni a fedélzetre. Úgyhogy majd személyesen tényleg, hogyha ránk írtok, gyűjtjük az adatokat, tapasztalatokat, hogy jó, nem jó, szeretnénk ezt, nem szeretnénk, és lehetőségeinkhez mérte megpróbáljuk majd akkor vagy a hatósági profilra ráhúzni azt, amit szeretnének, vagy ha vitorlázó profilt szeretnétek, akkor hogyan lehet mindezt megcsinálni. Úgyhogy részemről ennyi lenne a kérdések, szívesen válaszolok most is, meg közeljövőben is. Thank you.